Vetítések voltak, most animáció jön. A diák bal oldalán lévő téglalap vetítéskor fentről ússzon be, tehát az a nagy helyzet, hogy eddig se fértünk hozzá ehhez a szegényhez, úgyhogy most se fogunk hozzáférni, tehát csak úgy, hogyha azt mondjuk, hogy nézetmenü diaminta, és akkor a diamintának a tetején, a minden diamintáján tudok hozzáférni a téglalaphoz, és innentől fogva tudok animációt hozzáadni. Tehát ez a mozgása ennek a valaminek, és azt mondjuk, hogy be kell úsznia, ilyen általában van, de nem lentről, hanem azt kérte a feladat, hogy ússzon be felülről. Na nézzük meg. Vetítéskor fentről ússzon be. Hát nem mondta, hogy hogyan, de hát itt be tudod állítani, hogy kattintásra, vagy előtte lévővel indul, vagy hogyan, de az összes beállítását az effektus beállításánál tudod megnézni, és itt látsz ilyet, hogy időzítés, meg szöveg animálása, tehát ez azért elgondolkodtató, hogy mennyi mindent lehet vele csinálni. Oké. Na nézzük meg, hogy mi van még. A második dia felsorolása, tehát mehetek ki innen a nézetmenü, nem nézetmenü, dia minta és mintanézet bezárása, és akkor a második dia felsorolása vetítéskor szavanként jelenjen meg a rácsok vízszintesen típusú animációval. Tehát megint az lesz, hogy itt vannak a felsorolások, szavanként jelenjen meg, tehát ez azt jelenti, hogy kijelölöm az egészet, animációk, és ugye az animáció munkaablakot én az előbb valahogy véletlenül bekapcsoltam, tehát itt van az animáció munkaablak, erre nem feltétlenül van mindig szükséged, és akkor itt van, hogy megint nincs ilyen, hogy rácsokvíz szintesen, vagy mit mondott, így van, tehát tuti, hogy nincs ilyen, hogy rácsokvíz szintesen, de változó sávok viszont vannak. Végig kell nézni, ha itt se találok, további megjelenési effektusok, nézd meg, hát sehol nincs egy darab rács sem, azért, mert változnak ezek az elnevezések, és ennyit nem lehet, és akkor most mindegyik külön-külön rácsok vízszintesen de jelenik meg, csak hogy mi azt kérte, hogy szavanként. Na, akkor most kapcsoljuk be az animáció munkaablakot, nyissuk le, és mondjuk azt az effektusra úgy, ahogy van, hogy effektus beállításai, és itt van az effektusnak egy szöveg animálása, és ez az egyszerre helyett szavanként. És a 10%-os késleltetés az azt jelenti, hogy az első megkezdése után 10%-kal már megkezdődik a második. Na most a szöveg animálásánál van viszont egy érdekesség, mert ott meg beállíthatod, hogy ne a bekezdés szintenként jelenjen meg, vagy esetleg második szintű bekezdésenként, hanem beállíthatod például, hogy egyszerre az összes jelenjen meg. Ez most ebben az esetben nem lesz érdekes, és nem lesz hatással semmire. Oké. Hát ott tip-tip-tip szavanként. Ott van 10%, és szavanként jelent meg, csak alig látszott. Nem baj, a beállítás a lényeg. Ctrl-S, van még animáció? Már nincs, úgyhogy a maradékot azt egy következő videóban megcsinálom.